Péntek este tartották a 20. jubileumi Budapest Pride megnyitóját, többek közt Kulka János fellépésével. A meleg jogokért, egymás elfogadásáért tartott egyhetes fesztivál, és a végén a felvonulás mellett egyre több közéleti ember áll ki a nyilvánosság előtt. Kulka János évek óta ott van a felvonulásokon, és aktívan részt vesz a kampányokban. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Miért hosszú évek Pride aktivitása után coming out-tól csak egy éve? De bátor! Merész kérdéssel kezdel ezt a beszélgetést a hét emberével. Egyetlen egyszer voltam a Pride-on tavaly. Szerintem pont ebben az inkben, mert azt gondoltam, valami kis rózsaszint azért mégiscsak föl kéne venni. Egyszer voltam a Pride-on. De évek óta a szervezésben, aktivitásban részt vettem. De hogy vettem részt? 2012-ben. Mit csinálta? 2012-ben van egy videó, ahol te hívod a Pride-ra az embereket, hogy jöjjenek el és vállalják. Érted? Hát nézd, én azt gondolom, hogy egyébként az embernek az identitása, vagy ez a fajta, nem tudom, szexuális kötődései mégiscsak magánügyek, de annyi minden történt az elmúlt években Magyarországon, ami egyáltalán nem tetszett nekem is, olyan sokan, olyan rossz helyeken más gondolnak erről, amit én gondolok, hogy én tulajdonképpen csak Erény Imrének tartozom el nem múló hálával azért, hogy ezt az én nagyon szeretett közönségemet ezzel bosszantom, hogy én tehát, meleg nincs vagyok, kerényi, vagy nem vagyok. Nincs Kerényi, én sem vagyok meleg. De van, vagyok. Nem álltál szerintem volna, ez vicces. Nem álltál volna ki a nyilvánosság elé? Nem is lettem volna meleg, hogyha nincs a Kerényi. Hát nézd, nyilvánosságra került egy tévéműsor, egy belvárosi klubban beszélgetett Kerényi Imre, tud mellette Vigyánszky Attila is. Kerényi nagyon sokat röhögött ezen, hogy az egész nemzeti buzi és az egész szakmát egy buzi lobby irányítja. És olyan jó lett volna, ha például a mellette ülő Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház jelenlegi főigazgatója, mondjuk nem lehajtja a fejét kicsit szégyenlősen, hanem mondjuk azt mondja, hogy azért ez nem biztos, hogy így van. És valahogy akkor annyira ezt felkerült a netre ez a beszélgetés, és akkor tényleg azt éreztem, hogy annyira, hogy ez valahogy túl volt azon a határon, amit tűrni lehet. És nem csak azért, mert akkor a Nemzeti Színház tagja voltam még, hanem egész egyszerűen egy egész színházi szakmát, vagy nem is tudom kit, mert nem értem egyáltalán kikre gondolt, biztos rám, nem hiszem. Van. És akkor írtam egy levelet a Kerényinek, ez a lényeg. Van vagy lett bármilyen társadalmi haszna annak, hogy például te vagy bármelyik közéleti ember kiáll ezzel, vagy nyíltan vállalja? Hát nem nagyon sokan vagyunk bármelyikek, és például nagyon jó lenne, hogyha nem csak mi ugrálnánk. De meg kell mondjam neked, nekem ez az egész előjövés, vagy coming out nevezd, aminek akarod, ez nagyon nem az én, ez nem az én ízlésem, vagy én annál sokkal jobban szeretem a nyugalmamat, vagy... Tehát most téged zavar, hogy erről beszélünk? Dehogy zavar. Há? Nem zavar, mert az egészet oda teszem, és az meg teljesen jó, hogy a egész egyszerűen az az érzésem, hogy ez a kötelességem, vagy mint ismert, vagy közéletű, nem tudom milyen embernek, szerintem nekem kötelességem képviselni azoknak a jogait, akik, vagy érdekeit, akik erre képtelenek, vagy nincsenek olyan helyzetben, vagy azért, mert kiröhögik őket, vagy azért, bántják őket. Én meg kísérletezek, hogy mikor fognak fejbe vágni a sarkon, de egyelőre még nem történik. Azt mondod, hogy az ízlésednek egyébként nem megfelelő, nem. Mert hogy te ennél zárkózottabb ember vagy, vagy jobban magán ügynek tartod ezt. Igen, de nézd, szerintem, ha ez ilyen abszurd ez a világ, ha nem ilyen lenne, ismerem magam, akkor ez biztos, akkor én most nem itt ülnék és erről beszélgetnék veled. De tulajdonképpen még hálás is lehetek a sorsnak, tulajdonképpen egy ilyen érdekes időket élünk, és egy olyan meglehetősen homofób közegben, hogy még engem is ilyen tetre sarkal. De ugyanakkor például, ami alátámasztja azt, hogy ennél a te ízlésed finomabb, például pár éve mondtad, vagy talán tavaly mondtad, amikor ott voltál a Pride-on, hogy te örülsz, hogy nem láttál bőrtangát. Szerinted mi az, ami már provokáció? Nem érdeklődési köröm, úgy látszik de mi az, ami neked már sok, vagy ami még belefér? Vagy hát nézd, mitől függ, hogy valami provokáció, vagy ez mindenkinek a saját. Erről egyébként pont a múlt héten volt egy nagyon érdekes beszélgetés, Lévai Balázs vezette, provokáció és művészet, vagy művészet. Nem tudom neked megfogalmazni. Én azt annyit tudok, és megpróbálom ezt a saját
Nagyon nem szeretnék egy melegjogi harcos lenni, az biztos, hogy nem állna jól nekem, de az, hogy kiállni, mondom, mások jogaiért, és annyit megtenni, ami a meggyőződésem szerint megtehető, és amire képes vagyok, azt nagyon szívesen megteszem. Nekem azt hiszem, hogy tudod, minden színén sokkal zárkózottabb és sokkal szemérmesebb, mint amilyennek általában az emberek gondolják. És ebben az értelemben azt hiszem, hogy én is inkább ilyen vagyok, és pont eleget ugrálok a színpadon, akár magas sarkú cipőkbe, akár nem tudom, rongyokba, akár tudom, teniszruhába. Szóval nekem az egész életem így telik, hogy más vagyok, mint ami az életben, a szerepeimen keresztül. És az, hogy még az életemben is mondjuk egy rózsaszín bugyogóban végigfussak az Andrássy úton, az biztos nem az én, az nem az én világom. Egyáltalán az egész, tudod, ebből az egész, nem tudom, meleg életből, szóval nekem egy kicsit minden, ami tudod, olyan hangos, vagy színes, vagy olyan nagyon játszós, színházas, az nekem, mint professzionális színésznek, vagy mint olyan butaszó, vagy nagyképű szó, művésznek, vagy egy olyan embernek, akinek ez a hivatása, vagy ezek a mindennapjai, az nekem kicsit olyan furcsa. De akkor olyan, mintha már egyet értenél mondjuk a miniszterelnöknek azzal a mondatával, hogy amíg nem provokál az egyik fél, neki is írtam levelet, addig, azt tudod? Addig nyugalomban lehet együtt élni. És akkor mi vagyunk a jó buzik, vagy ez hogy van? Nem tudom. Szerintem ez... Hát most miért? És akkor ő miért nem? Ő meg provokál, mert gyerekei vannak. Szerintem ez egy nem jó... Tudod, ez olyan, mintha az ember direkt választotta volna a sorsát, de ez nem így van. Az emberek nem örömükben lesznek melegek, az emberek nem örömükben szaladgálnak, érted, majd 42 fokba a Pride-on, egy kordonban, ami... Szóval ez nem így van. Ez nem így nem van. Tehát én azt gondolom, ne szólj bele, mert akkor nem tudom elmondani, hogy emelt fővel és büszkén vállalni kell a sorsodat, ha már ez a sorsod. És nem szégyenkezve és fejlehajtva, és egy miniszterelnök megengedi neked, hogy te lehetsz akár még meleg is. Hát hogy ne? Érted? Hát persze az vagy, te arról nem tehetsz, és az nem megengedőnek lenni, és kicsit lekezelően, és kicsit ilyen rendkívül nagyvonalúan azt mondani, hogy ne provokáljunk, szóval szerintem nem helyes. De ez olyan, mint ugye a legtöbb vélemény az, hogy nem zavar természetesen, és akkor itt szokott jönni a de, hogyha négy fal között van ez, vagy hogyha nem rakják kirakatba, vagy hogy a heterok se vonulnak. Ez szokott lenni erre az ellenért. Én nekem erre nincs... Nem tudom, nagyon sokat nem gondolkoztam ezen, amikor megírtam ezt a levelet, de... És talán kicsit álságosan is fog hangzani, mint mondok. De azért az biztosan eszembe jutott, hogy nekem nem magamat kell megmenteni, érted? Én nyugodtan leélhetem az életem úgy, hogy Kulka János a titokzatos, Kulka Jánosnak nincs barátnője, nincs felesége, nekem teljesen mindegy. Bár nekem mondjam, hogy sokkal könnyebb vagy egyszerűbb így az élet. Még ha nem is titkolóztam soha, vagy nem csináltam ebből gondot. De azért az tényleg a fejemben volt, csak hogy befejezem az első mondatot, amit elkezdtem, hogy másokért teszed. Tehát érted, az tök jó, hogy ül egy faluba egy család, és akkor mondjuk nézik ezt a beszélgetést, nem tudom hol, és van egy 19 éves pattanásos kövér fiú, aki titkon arról álmodozik, vagy az olyan vágyak gyötrik, hogy ő férfiakkal szeretne ismerkedni, és egyszer csak ott ül az a kopasz idősödő férfi a tévében, aki egyszer csak azt mondja, hogy ő is meleg. És azt szerintem nagyon sokat számít az elfogadásban, szerintem. Már abban, hogy nem mindig csak provokáljunk. Kulka János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt már a 7/24 ember, a jövő héten is várom önöket, legyen szép estéjük, viszontlátásra!